Úgy gondoljuk, hogy az első világháborúról mi immáron mindent tudunk. Nagyon régen volt, a tudósok már bizonyára kikutatták, és hát nincs olyan része, porcikája ennek a 4 évig tartó iszonyatos küzdelemnek, amit ne ismernénk. Hát én történészként, hadtörténészként pontosan tudom, hogy ez nem így van. Hiszen az a baj, hogy már ugye elmentek azok, akiket megkérdezhetnénk, nem is nagyon írták le. Hiszen az első világháború lezártával a két világháború között az egész világon szinte azonnal készültek a második világháborúra, hiszen akkor még nem tudták, hogy második lesz, az elsőről nem tudták, hogy első, azt mondták, a nagy háború. Nagyon érdekes volt a dolog, mert 20 éven keresztül Magyarországon is a revizionizmus volt elsősorban a fő politikai irányvonal, visszaszerezni az elszakított területeket. Kutya nem törődött az első világháború szakmai feldolgozásával. A katonák, a történészek is csak azt csinálták, arra készültek, hogy immáron milyen lesz majd az eljövendő nagy páncélos háború. És készültek a nagy páncélos háborúra, dolgozták fel az első világháború hadművészeti tapasztalatait, de csak azokat az elemeit, amelyek a gyors lefolyású háborúba, villámháborúra használhatóak lesznek. Hát én gondoltam egy nagyot és merészet, és úgy döntöttem, hogy én az első világháborúnak azokat az elemeit emelem ki, amelyek teljesen ismeretlenek, és teljesen kiesnek a katonák érdeklődési köréből. De talán a embereket, a felnőtteket, a civileket, ne talántán még az asszonyokat is érdekelhet, és számukra is érdekes lehet. És én bízom benne, hogy az is lesz. A mai témánk állatok a háborúba. Ki gondolta volna, hogy az első világháború kezdetekor senkinek eszébe nem jutott, hogy állatokkal bármit foglalkozhatnának, hiszen egy nagy gyors lefolyású háborúban a hadsereget készítették fel, és úgy gondolták, hogy ez 3 hónap alatt lezajlik. Ez lesz az emberiség utolsó háborúja, soha többé háború nem lesz, hiszen már a tudósok mindent feltaláltak, a világ oly tökéletes, olyan szépen halad, hogy már csak egy egészen picit kell rajta igazítani, mégpedig azt, hogy majd a németek, és természetesen az osztrák-magyar monarchia, Románia, Olaszország is részesedjen a gyarmatokból. Ha ezt tökéletesen megoldják, vége a háborúnak. És az emberek készültek. És az emberek örömmel indultak ebbe a nagy háborúba, mondván, hogy ez lesz az emberiség utolsó háborúja, hangoztatta a propaganda. És ezeket a jelszavakat az emberek minden további nélkül elhitték. Hát persze a politika programjait és szólamait, jelszavait ma is elhiszik az emberek. Ehhez nem kellett az első világháborúban élni. És természetesen egyszerű volt, és érthető is volt, kristálytisztán, logikusan végigvezették, hogy ez hogyan fog majd történni. És semmi nem úgy történt, mint ahogyan elképzelték. Meg volt a nagy döntőcsata, összecsaptak a hadseregek, a tisztikar elesett, az ezred parancsnokoknak a 70%-a, a zászlóalj parancsnokoknak a 80%-a, század szakasz parancsnokoknak majd 100%-a az első összecsapásokban meghalt. Mert úgy gondolták, hogy úgy lesz az egész háború, úgy vívják, mint Napóleon, kard ki kard, rohan neki az ellenségnek, és a parancsnok vezeti a saját katonáit az arcvonalba, és természetesen nem csak hogy vezeti, hanem fehér lovon, messziről lássák a katonák, hogy ő milyen bátor. Ők voltak az első halottak. És aztán nagyon gyorsan az emberek, miután a hivatásos tisztikar szinte az első összecsapásokban elveszett, jöttek a tartalékosok, és immáron ők vívják a háborút. Hát a tartalékos, hála Istennek, nincsen kiképezve az akkori szabályzat szerint, és próbálja a saját józan paraszti esze szerint túlélni, vagy megvívni ezt a háborút. Árkotásnak, beássák magukat. És rájönnek arra, hogy kellene jelenteni. És akkor kiszaladjon, hogy szaladjon. Ember kidugja a fejét az árokból, pillanatok alatt meghal. Elkezdenek használni gázt. Hát ha a gázba beugrik az ember az árokba, abban a gázban pillanatok alatt meghal. A másik, a lovat valahogy helyettesíteni kell. Hogy lehet ezt helyettesíteni?
Nincsenek jó rádiók. A telefonzsinór elszakadt. Hogy lehet egyáltalán információkat eljuttatni egyik helyről a másikra, és ez az egyik helyről a másikra nem olyan, hogy Újhartyán egyik feléből a másikba, hanem több száz kilométerre. Hát ezek szinte megoldhatatlan feladatok voltak, hiszen a napóleoni háborúk, amelyek etalonként szolgáltak az első világháborúra, néhány négyzetkilométeren zajlottak maga az összeütőzése. Itt viszont mintegy 3500 kilométer széles arcvonalon. Hát ez már megoldhatatlan feladat volt. És akkor szépen lassan elkezdték immáron az ember mellett az állatokat is igénybe venni, az ártatlan állatokat, akik aztán végképp nem tehetnek semmiféle militarizmusról, nem tehetnek arról, hogy most Németországnak kell-e, Franciaországnak van-e gyarmata. Ezek csak egyszerű állatok. Hittek, bíztak az emberekben, hiszen az emberek úgy tekintettek, mint gazdájukra, akikben bíznak is feltétel nélkül. Azt hiszem, akik állatokkal foglalkoznak, az érti ezeknek az állatoknak a nyelvét, és őket is bevonták a háborúra. Hát most nézzük végig, hogy milyen állatokat és milyen feladatokra használtak. Talán a legegyszerűbb, hiszen ezt évszázadok, évezredek óta használják, a lovat. Hát a ló az mindenre alkalmas volt, elsősorban úgy képzelték el, hogy a ló lesz majd az a gyors csapat, amivel nagyszerűen fogják majd az ellenséget bekeríteni. Napóleon is így csinálta, mondogatták a nagy stratégák. Valóban így is volt. A ló tudott vágtázni gyorsügetésben, meg vágtában 2-3 kilométert végre tudott vágtázni, és bekerítették az ellenséget. Igen ám, de 3500 kilométert nem tud vágtázni. Több száz kilométert sem tud vágtázni. Így aztán szegény lovak, amelyeket gyors csapatoknak képzeltek, hogy majd ezek bekerítik az ellenséget, ők voltak az első áldozatok, akik elpusztultak. Mindenre használták elsősorban ezeket a lovakat, a legvégén megették. Természetesen 1914-ben, mikor kezdődik a háború, akkor még igazán gépi erőre nem készülnek. A csapatokat majd vasúton szállítják, igazán csak a jelentéshez, tehát a jelentések szállításához vonultatják be a gépkocsikat. A hadsereg gépkocsit nem is tart. Az osztrák-magyar monarchiának van egy háború esetére egy úgynevezett hadi gépkocsi testülete. Itt nyilvántartásba vették a civil gépkocsikat, és ezeket háború esetén bevonultatták sofőrjével együtt. És kérem szépen, ezek vittek. Mindent a katonákra gondolták, mindent úgy képzelték, hogy majd lóvontatásra. A hadseregben ez volt a legmegbízhatóbb. Nem kellett üzemanyag hozzá. Nem beszélve arról, hogy ezek a haditechnikai, vagy ezek a gépkocsik, ezek még hihetetlen primitív jószágok voltak. Nem találták még fel ebben az időben a sebességváltásnak a módszerét, mai módszerét, hogy sebességváltás, fogaskerék áttétel prímán működik. Az, hogy rugalmas legyen az összeköttetés a motor, tehát a meghajtó és a futóművek között, ezt csak egyféleképpen képzelték el, mert nem találták még fel, nem ismerték a kuplung szerkezetet. Ezért a példát onnan vették az első gépjárműveknél, hogy hát a malomban mi hajtja a motor, mi hajtja meg a hengerszéket? Szíj. Bőrszíj. Itt is megfeszítem a bőrszíjat, megy az autó. Engedem a bőrszíjat, rugalmas az összeköttetés, hogy felpörög a motor. Na most hát ez nagyon egyszerű volt, de hát ezeknél a járműveknél ez akkor abban az időben még nagyon kezdetleges volt a 19. század végén, 20. század elején. Így aztán mindent a lovakra számítottak. A katonáknak elkészítették az élelmiszert, élelmiszercsomagokat. A hadseregnek az utolsó gombig, az utolsó ingig raktárba volt a felszerelése, ezzel vívják meg a háborút. Hát ez ugye elfogyott az első hetekben, és akkor jönnek rá először, hogy a katonáknak főzni kellene. És bizony, mivel mozog az arcvonal, szállítani kell a katonák után az élelmiszert. Azt hiszem, ezek érdekes képek, mindenhonnan vettem példákat. A legnagyobb mennyiségben lovakat használnak, lovakat alkalmaznak.
Az osztrák-magyar monarchia esetében itt egy 3,5 millió lovat használnak. A katonaló az egy fantasztikus jószág, hiszen azt erre képezik. Olyan, és erre tenyésztik. A katonaló az olyan, mint egy hosszú távfutó, mint egy maratoni futó. Tehát eleve, hogyha ő ugye egész életében erre készül, már az a nagyapja, meg az ősei is már ilyenek voltak, akkor ezzel képesek hihetetlen nagy távolságokat gyorsan megtenni. Igen ám, de ennyi katonalovat a hadseregbe tartani nem lehet. Ezért a mezőgazdaságból vonultatják be a igáslovakat. És ezeket az igáslovakat próbálják olyan feladatokkal ellátni, mintha ezek katonalovak lennének. Hát ez olyan, mintha egymás mellett futnánk egy maratoni futóval, hát én a 300 méternél kiköpöm a tüdőmet. Ő még nem melegedett be erre, ekkor. Így aztán ezek a lovak bizony a huszárságnak, akiknek óriási távokat kellett volna megtenni, bizony le kellett szállni a lóról, és bizony vezetni a lovat, mert ezek nagyon hamar elveszítették az izomtömegüket, és nagyon hamar leestek. Hát itt a Kárpátokban látjuk a derék magyar huszárokat, bizony vezetik, sokat vezetik a lovaikat. 1918-ra meg is tűnik a lovasság, már csak jelentő feladatokra és igavonásra használják a lovakat, és természetesen a huszárok gyalogharcolnak, de megvannak a neveik, ezek továbbra is huszárosztályok, gyalog, csizmával, karabéllyal, szabjával, és bizony az orosz puskák ellen, amelyek ugye 1 méter 80 centi, nagy, hosszú puska a szuronnyal együtt, és a kis 1 méter 10 centis karabéllyal, szurony nélkül, így kellett nekik bizony 1914-ben Limanovánál, Lapanova környékén, Limanovánál szembeszállni az olasz gyalogsággal. És bizony nem volt más megoldás, puskatussal ütötték végül és verték vissza az orosz rohamokat. Ez is majd egy nagyon érdekes, szép téma, hogy a magyar huszár hogyan is tudott helytállni, és milyen óriási veszteségeket szenvedett. Ezek kis csiki lovak, kis hegyi lovak. Erdélyből vonultatják be ezek az icike-picike lovacskák, elsősorban a hegyen a tüzérség és a géppuskás osztagok felszerelését szállították. Hát ha valaki Erdélyben jár, akkor látja, hogy ezek a kis picike lovacskák bizony hatalmas nagy szekereket húznak, megrakva fával, és még fönnül az egész család, és vígan baktat fölfelé apró kis lábaival a hegynek. Ezek bizony nagyon hasznosak voltak, hiszen a nagytestű gidrán lovak, amelyeket a huszárságnak tenyésztettek ki elsősorban, azok a hegyek között alkalmazhatatlanok voltak. Itt lehet látni ezeket a gidránokat. Valaki ért a lovakhoz? Mert akkor nem mondok szakszavakat, mert akkor kiderül, hogy én nem értek hozzá. Már hál' Istennek a fiam lovásznak tanult, lótenyésztőnek tanult, és tőle elcsíptem mindenféle információt, hiszen nagyon izgattak és érdekeltek a háborúban a lovak alkalmazásának a feltételei. 1915-ben a Kárpátokban az oroszok betörtek, hiszen áttörték az arcvonalunkat, és már a Kárpátokban volt, a kárpátaljai városokat, falvakat foglaltak el, és télen kellett, január-februárban kellett ezeket az oroszokat visszaverni. Na most el lehet képzelni, hogy mi volt az, amivel a lovakat etetni lehetett itt a háború alatt, itt a Kárpátokban. Hát a szalmafedeleket leették, az volt az első. Az minden házról, istállóról szalmafedelet levették, és a lovak jó ízűen megették. És egyszer csak észrevették azt, hogy ezek a lovacskák, a málhás állatok, az előttük lévő málha kosarat, az fűzfa veszőből volt, kirágták. Elpotyogott minden lőszer, minden élelmiszer, mert megették a fűzfa veszőt. Így aztán az ottani hadtest parancsnok Szurmai Sándor báró altábornagy kiadta a parancsot, hogy lemenni a völgyekbe, az összes fűzfa veszőt kivágni, falvakból a szecskát összeszedni, összeszecskázni, sóval megszórni, és ezeket az állatokat ezzel tudták életben tartani. Nem is az, hogy na ott aztán hú, de tudnának szállítani, meg hozni, vinni, egyszerűen, hogy ne pusztuljanak el. Életbe kellett őket tartani.
A háború alatt voltak olyan lovak is, amelyek egészen különös kegyben részesültek. Ez egy angol ló, egy angol, és az a neve, hogy Bill. De ezt már csak utána kaptam, mert nem nagyon volt neve. Az angol hadvezetés úgy döntött, ez a Somme folyónál, Belgiumban történt, Belgiumtól kicsit délre. Ő vontatta, hát ez egy ilyen sodrott ló, tehát nagy testű ló. A tüzér üteget kilőtték. Megsebesült az összes kezelő személy, az összes katona. Azok rákapaszkodtak erre a ütegre, sebesülten kapaszkodtak benne, és a társát az elpusztult. Vonszolta a elpusztult társát, meg a löveget, és a lövegen az összes katonát. Így aztán a hadvezető lyukas volt, át lehetett rajta látni. Eltört a lába, tehát az egyik lába, azon sosem volt. És a hadvezetés úgy döntött, hogy nem szabad levágni. Tehát egész életében nagy kegyben részesült, a angol hadsereg állományába került, tiszthelyettesi rangot kapott, és nem volt szabad levágni, tehát úgy pusztult el végelgyengülésbe. Úgyhogy ilyen érdekességek is vannak. És hát bizony, ezek a lovak nagyon sokszor szinte használhatatlanok voltak, nem tudtak velük mit kezdeni. Hiszen itt lehet látni, hogy itt vannak az állások, az ellenség ott van 300 méterre, ha kidugják a fejüket, lőnek. És ott voltak, gyakorlatilag arra tudták ezeket a lovakat az állásharcba használni, hogy amikor már végleg nem volt mit enni, akkor ették a lovakat. És természetesen, amikor lehetett egy-egy támadás indult, akkor ők voltak, amelyek elpusztultak, és hát iszonyú körülmények között kellett ezeknek a szegény állatoknak helytállni. Hát talán a lovak mellett az összvérek voltak azok, amelyeket leginkább használtak. Hát ugye arrafelé úgy mondják, hogy a muli. Ezeket a mulikat nagyszerűen lehetett a tüzérségnél használni, és elsősorban a hegyi alakulatoknál. Elmeséltek egy olaszországi történetet, amikor egy muli a hegyi ágyú csövével együtt beesett a szakadékba. Hát több ló is volt az osztagban, a lovak mind ott pusztultak el. Ez az összvér felállt, megrázta magát, és az ágyú csővel együtt a szakadékból kimászott. Szóval ez is egy ritka dolog, hiszen hihetetlen, igénytelen és szívósak voltak ezek az állatok, ha mentek. De ha csökönyesek voltak, akkor nagyon sok szenvedést okoztak katonáknak is, mert bizony hiába ütötték, verték, ezek nem voltak hajlandók tenni azt, amit akartak. Elég. És hát engem mindig megráz az embereknek a szenvedése, de mindig megráz az állatoknak is. Például ennek a lónak a szeme. Vajon mi foroghat a fejébe? Hogy került ő oda? Miért bánnak így vele, amikor ő nem szolgált rá? Az arcvonal és a háború minden frontján használják. Ezek például török katonák sebesülteket szállítanak a lóhátán. Na most itt Európában azért lovat viszonylag gyakran használták, és szállítani sebesülteket is szekérrel szállítanak. Na de a Balkánon út, vasút, hát ilyesmi nem nagyon volt. Így aztán még inkább nem csak a lovakat, hanem mindent, állatot, mindent figyelembe vettek. 1915-ben használnak először gázt. Azt a belgiumi Ypernél használják a németek először a klórgázt, és hát ez a klórgáz bizony nem csak az embert, hanem az állatokat is elpusztítja. Így aztán kénytelenek voltak a lovaknak is, hogy életbe tartsák őket, valamilyen gázmaszkot készíteni. Hát azonnal készül minden csodálatos gázmaszk, de ezekre a lovakra hihetetlen nehéz ráadni, nem hajlandók fölvenni. Míg nem valaki észreveszi, az ember hamarabb elpusztul, tehát a ló tovább bírja ezt a gázt, de mindenféleképpen kell valamilyen nedves törölköző a orra elé. De aztán nagyon hamar kitalálták, hogy hát az abrakos tarisznya. Az abrakos tarisznya formájára mintálták a gázálarcot. Abba beleszerkesztették a szűrőt, és tettek bele egy kis
abrakot, kis zabot, és bizony igen jó ízűen csócsálta addig, amíg a gáz el nem múlt, meg volt győződve, hogy most neki pihenő van és abrakolás. És közben az életét is meg lehetett menteni. Hát ez természetesen, ez volt az, amit ugye a hatalmas nagy hadipari gyárak, vállalkozók készítettek, és hát a lovakra ilyet szerettek volna ráadni, meg ott van a kutya is, hát nem tudom mennyire örülnek neki ezek az állatok. Egy biztos, a fényképezés erejéig nagy nehezen meg lehetett tartani a cikk szerint. Meg lehetett tartani, de utána ezeket nem lehetett megfogni. A lovat is csak úgy lehetett bemutatni és lefényképezni, hogy benyugtatózták. De utána, amikor a nyugtató hatása kellett, nem lehetett megfogni, hiszen menekült ettől a szerkezettől, amit a fejére ráadtak. Így aztán maradt a katonának a gázállarc, a lónak pedig az abrakos tarisznya, de azt is csak addig tűrte a fején, míg volt benne abrak. Úgyhogy mindig kellett. És hát ugye ezeket a lovakat a háborúban, ezek is ugyanúgy megbetegedtek, és kellett gyógyítani. És általában a megsebesült lovakat lelőtték és elfogyasztották a háború alatt. Kivétel azok a huszárlovak, tehát azok a igazi katonalovak, amelyek komoly teljesítményre voltak képesek, hiszen ezeket jelentő feladatra, tehát jelentéseket, parancsokat egyik helyről a másikra vinni, bizonyos sokszor vágtatni kellett, és ezeket a lovakat bizony megmentették. Hogy miért használták mégis a lovakat, ez a legszebb példa rá, ez a kép. Hiszen ha egyszer elfogyott a benzin, ha egyszer elszakadt a szíj, akkor lehetett ott a modern hadit, vagy modern technika, a ló az mégiscsak biztonságosabban tudott menni. A Balkánon, mivel ugye utak hol voltak, hol nem, inkább hol nem, ezért aztán igen gyakran használták és alkalmazták a Balkánon, ennek a török birodalom után, török háborúk után, ennek igen komoly hagyományai is voltak, ökörszekérrel. A Balkánon igen gyakran használtak ökörszekeret, még a 20. században is, még napjainkban is. Már itt nálunk, hogyha véletlenül Erdélybe, Kárpátalján látunk egy ökörszekeret, hát az ember már örülnek és mindenki fényképezi. A Balkánon viszont még napjainkban is igen gyakran használják. A török tüzérség és a bolgár tüzérség kifejezetten előszeretettel használták a ló helyett, drága volt. Ott viszont a Bulgáriában, Törökországban elsősorban ugye a szarvasmarha tenyésztés volt, és nem a ló tenyésztés. A katonalovakat nem nagyon kultiválták. Itt is ugye a szerb tüzérségi vontató. Ezek viszont olasz alpini katonák, itt is ugye használják a lovakat. Török tüzértevék, tehát ezeket is használják. Török tüzérteve. Fantasztikus, érdekes dolog, számunkra igen egzotikus. Magyar katonák is találkoztak vele ezekkel, hiszen voltak olyan hadosztályok, kettő részletekben, amelyek a bolgár arcvonalon harcoltak, és a törököket próbálták segíteni. És íme a törökök egyik huszár osztaga, természetesen nem lovakkal, hanem tevékkel, hiszen a sivatagban csak azt lehetett használni. Hát az orosz cár, a cári csapatoknál a sarkkörön túl még használták hadi célokra természetesen a rénszarvasokat is, ott a lovak nem bírták. London. Londonban ugye minden autót bevonultattak. Az elején elmeséltem, vagy említettem, hogy hát bizony ezeket a teherautókat, személyautókat mind bevitték a hadseregbe. Így aztán bizony Londonban, ha valami nehezebb eszközt kellett szállítani, akkor bizony a cirkuszból hoztak, volt kettő is, a cirkuszból hoztak ki elefántot, és bizony ezzel tudtak nehezebb gépeket jobbra-balra szállítani. Íme a szükség törvényt bont, hiszen teherautó nem lévén, akkor ezeket az állatokat fogták be. Talán az egyik legérdekesebb, és számunkra furcsa, hiszen ilyen nálunk nincsen, Belgiumban a mai napig igen előszeretettel használják vidéken, a mezőgazdaságban a kutyafogatot. A belga juhászkutya az igen szép nagy állat, nagy testű állat, és elég nyugodt is, és így természetesen használták és alkalmazták, és alkalmazzák a mai napig is, ilyen kicsi kordéknak
húzására. És ezek hozzá vannak szokva, kitűnően tudják húzni ezeket a kordékat. Hát ha megnézzük, azért itt van ez a három kutyuska, amelyik húzza ezt a kordét, rajta ül a nacsos asszony, a sógornője, az egész család, és ott oldalt még apu is fel akar kapaszkodni, nem tudom a kutyusok mit gondolnak rá. A háborúban természetesen nem szállítottak, hanem nagyon gyorsan tudtak az állások között, mivel kicsitestűek voltak, ha lóval próbálták a géppuskákat egyik helyről a másikra átszállítani, az bizony hamar észrevették. Itt viszont fedett terepen, ahol az ellenség nem látta, viszonylag helyeken tudták a géppuskát ezek a kutyák egyik helyről a másikra vinni. És természetesen itt vagyunk a kutyáknál. Lovakról igen hosszan beszéltünk, a kutyákról is. Kutyákat sokféle feladatra használták. A német hadseregben mintegy 7000, a francia hadseregben pontos adataink vannak, 8700 valamennyi kutyát vonultattak be, bevonuló parancsal a háborúba, a háború alatt. A háború előtt erre senki nem gondolt, hogy ilyenre szükség lenne, és bevonultatták. Hát a legfontosabb az őrkutya volt. Hiszen ezek a kutyák, az ember elalszik az árokba. Főleg, amikor hetekig, hónapokig ott van, és állandóan durrogtatnak, lőnek, és az ellenség éjszaka próbálja az árkainkat megközelíteni, az ember nem veszi észre. De a kutya azonnal felkapja a fejét, és azonnal ugat minden, hát azt hiszem, akinek van házőrző kutyája, tudja. Hát ezek így használták ezeket a kutyákat az árokba, szinte minden századnak volt egy-egy kutyája, ezért volt szükség olyan sok kutyára. És a másik dolog az őrkutyák mellett az úgynevezett jelentő kutyák. Az árkok egyik helyről a másikra voltak belőtt terepszakaszok, tehát egyszerűen nem lehetett manőverezni egyik helyről átmenni a másikra sokszor, ez gyakran előfordult és a sík terepeken. Ezért aztán azt a módszert alkalmazták, hogy jelentő kutyákat képeztek ki, parancs továbbító kutyákat, az oldalukon kis táska, az attól függ, hogy melyik nemzetnél volt, vagy a nyakán, vagy az oldalán volt egy kis táska, abba beletették a parancsot, és ezek a kutyák a meghatározott, mindig hoztak egy szagmintát, hogy hova kell vinni, tehát mielőtt kimentek az állásba, ott hagytak valamilyen ruhadarabot, megszagoltattak, kerest. És elment, és megkereste. És árkon, bokron, tűzön, géppuskatűzön, ágyutűzön keresztül vágtatott, ment és elvitte oda a jelentést, ahova kellett. Itt is ugye egy őrkutyuska látható. Nagy tiszteletnek örventek, és bizony az őrkutyákat is föl kellett, az őrkutyákra is rá kellett adni, hogyha gáztámadás volt, a gázmaszkot, hiszen ezek elpusztultak. És ezek a kutyák sokszor az emberek életét mentették meg azzal, hogy jelezték, hogy jön az ellenség. Nélkülök bizony nagyon sokan meghaltak volna. A kabala állatok az őrkutyákon kívül, amelyek igen sokat jelentettek az embereknek. Hát itt ezen a képen két nagy állat található, egy kicsi állat, meg egy nagy állat. A kicsi állat az az aranyos kis kutyuska, a másik pedig fölötte az a másik, a bajuszos, Hitler, tehát Adolf Hitler. Az első világháborúban káplárként fejezte be a háborút, az Hitlernek a kutyája volt az első világháborúban. Aztán a másik, ez egy kanadai katona. Elsősorban a kórházakban használták terápiai céllal ezeket a kis állatokat. Itt nem csak kutyák voltak, hanem tényleg az ausztráloknak kenguru. Itt nagyon kedvence volt ez a kis medve az ausztrálok, vagy a kanadaiaknak. És bizony a katonák felépülésében segítettek. A kis bohókás állatok a kedvességükkel, a kis szeretetükkel segítettek a sebesült katonáknak a gyógyulásban. Tehát hihetetlen, hogy mi mindenre tudták használni. Ez a Lafayette repülő század kabala kutyája. Ez a Lafayette repülő század, ez az amerikai kalandor fiatalokból állt a repülő század, és ezek a fiatal kalandorok átmentek Amerikából, még akkor, mikor Amerika nem volt háborúban, a első világháborúban még nem lépett be, akkor a francia oldalon ezek az amerikai fiatal pilóták harcoltak,
egy-egy ilyen pilótának a kihordási ideje 3 hét volt. Tehát amikor először felszállt a gépével, átlagban 3 hétig éltek még. Hiszen azokkal a lélekvesztőkkel, repülőkkel, hogyha egyszer még úgy kedves szottyan a társaságnak a akkori repülésről és repülőkről is hallani, vagy nézni egy ilyen kis beszélgetést, vagy előadást, akkor arról is szólhatunk. Ez a Lafayette repülőszázad közül összesen 2 ember volt, aki életben maradt. Ők egyrészt a kutyán kívül folyamatosan több ilyen kis, ez volt a kabalájuk, egy kis tigris, oroszlán tigris. Egy kis oroszlán. Nagyon aranyos volt, amikor már fölnőtt, akkor a szeretetével komoly sérüléseket okozott a pilótáknak, akkor mindig hoztak egy kisebbet. De komoly gondot okozott a háborús Franciaországban, hogy előteremtsenek mindig a Lafayette repülőszázadnak egy megfelelő, kicsi méretű oroszlánt. Hát ez egy aranyos kis róka. Ez kérem szépen a brit 15. gyalogezrednek a kabala kecskéje. Ez a mai napig megvan, ez a kabala kecske. Ennek ez a kecske, hanem amikor én láttam egyszer menetelni a brit 15. gyalogezredet, és ahogy meneteltek, elől megy a parancsnok, mögötte a zászló után egy katona vezeti a kecskét. És ez a kecske, ez mindig díszemléken ott van az első világháború óta, a 15. gyalogezred kecskéje. Hát, hogy Max Immelmann és a Richthofenbáró, ezek német híres pilóta ászok voltak, ők is mindig tartottak egy-egy kutyát. Hát egy repülés, egy-egy bevetés iszonyú idegfeszültséggel járt, és amikor lejöttek, nem akartak beszélgetni senkivel, kutyájukkal játszottak. Az jelentett számukra megnyugvást. Mindig a kutya volt az, aki igazán a barátjuk volt, hiszen azt az idegfeszültséget nem nagyon lehetett eljuttatni. Közeledünk lassan azért a vége felé, ami még egy kicsit odébb van. A lényeg az, hogy a parancstovábbító és jelentő állatokról már beszéltünk. A galamb. Hát a galambpostát ősidők óta használják, már az ókorban is igen gyakran használták és alkalmazták, csak ezzel egy hiba volt. Egy irányba lehetett információt továbbítani. Elvitték ki az állatot, és rátették az információt valamilyen formába, ráír, és az visszarepült a postagalamb állomásra. De azt nem lehetett neki mondani, de keresd már meg a 15. gyalogezred parancsnokát és repülj oda. Na ez nem ment. Tehát csak visszafelé lehetett szerezni. Így aztán ezek az állomások nagyon érdekes módon bárhova mentek is, tehát lehetett vele az állomásokkal követni az arcvonalat, mert mindig, ha ebbe született, ebben nőtt fel, ehhez volt hozzászokva, bárhova vitték ezt az állomást, mindig ugyanoda visszatalált. Hogy ennek mi az oka? Ezt azóta is nagyon sokat vizsgálják. Egy biztos, vagy vizsgálták, hát nyilván szakértők ehhez értenek. Egy biztos, amikor jelenteni akartak, akkor mindig is elfogyott a jelentő galamb, akkor katonák biciklivel, motorkerékpárral vitték ki folyamatosan, szakadatlanul a csapatokhoz, hogy onnan jelentéseket hozzanak vissza az állatok. Itt egy kanadai járőr viszi magával a rádióját. Mert hát ugye rádió nem nagyon volt, nem tudtak használni. Viszik a galambot, és ezzel jelentenek, hiszen sokszor az életüket jelenti, a pilótáknak is. Ezekbe a kezdetleges repülőgépekbe, kis lélekvesztőkbe nem lehetett rádiót beszerelni. Hiszen sem akkumulátor nem volt akkora, volt, de azt, hogy beteszi a gépbe, a pilóta nem fér be. És azzal a súllyal ez a gép föl nem repül. Így aztán egy-egy kis galambot egy kis kalickába betettek, és elvitte magával mindig. És ha túlélték, egy kényszer leszállást, ha túlélte, akkor nagyon egyszerű volt, hogy hol találják őt meg, elengedte a galambot a pontos helyszínnel, és akkor így meg tudták találni. A technika és a galamb. A Mark 1-es angol harckocsi. Szintén nincs benne rádió. De nem tud telefonvezetéket sem maga után húzni, mert elszakad. Így aztán úgy gondolták, hogy valami összeköttetés mégis kellene, mert ha már túlment az ellenség arcvonalán, hogy hol járnak és a saját tüzérség hova lőjön, hát azt kellene jelenteni. Így aztán a Mark 1-es harckocsira az angolok építettek egy galambkilövő nyílást, és a magukkal vitt galambot ezen kiengedték.
Előre a várható terepről készítettek egy vázlatot, és hát a bent ülő katonának, ugye mozgott, jött, ment, a, nem is látott semmit, de jelentést ugye ráfirkálta, én Verdőnben láttam a múzeumban több ilyen jelentő cédulát, a kis vázlatot, azon krickracok voltak, értelmezhetetlen, és amit a galambok hoztak vissza, és a nagy durrogásba, miután 3 nap múlva majd visszament a postagalamb állomásra, akkor az már az a jelentés az már teljesen értelmét veszítette. Egyszerűen nem tudták megoldani. Technikailag még megoldhatatlan volt. Csak sajnos ezeknek a galamboknak is ártalmas volt a harci gáz. De a galambra meg nem lehetett ráadni maszkot, hiszen a toll alatt mindenütt beszivárog. Ezért a gázmaszk ezeknek a galamboknak azt jelentette, hogy betették őket egy ilyen zárt kutricába, ahova meg ugye nem tudták a aktív szénen, a szűrőn, hát kis tüdejével nem tudja átszívni a levegőt. Ezért aztán folyamatosan egy kis motornak pumpálnia kellett, nem motor pumpált, hanem egy katona mindig fújta be nekik a levegőt, hogy ne fújdadjanak meg. És akkor így élték túl a jelentő galabot. Stubbi, amerikai parancs továbbító kutya, több kitüntetést kapott a háború alatt, hiszen fantasztikus módon tudott jelentéseket hozni, vinni, és még ezt túl is élte. Hiszen az ellenség, amikor észrevette, hogy parancs továbbító kutya megy valamerre, ezek fontos adatokat vitt, hiszen általában mindig a tüzérség számára vitte azokat a koordinátákat, hogy hova lőjön a saját tüzérség. Ezt viszont az ellenségnek, akire majd lőnek, az igyekezett megakadályozni. Így aztán, ha ment egy kutya, géppuskával, puskával mindenki lőtt ezekre a gyorsan az árkok között és a drót akadályok között gyorsan iszkoló kutyákra mindenki lőtt, aki csak tudott, hiszen nekik is az életük függött tőle. És ez a Stubbi nagyon sokszor túlélte. Itt vannak ezek a nagyon kedves parancs továbbító vagy jelentő kutyák. Hát ezeket ugye aztán igyekeztek képezni. Prusko, a francia parancs továbbító kutya, ezek hihetetlen népszerűek voltak. A francia köztársasági elnök ezeknek a hadi állatoknak, parancs továbbító kutyáknak külön kitüntetést adományozott, alapított, és bizony összesen mintegy 370 állat kapta meg a háborúban a francia köztársasági elnök kitüntetését. Más országokban nem volt. Itt is ez egy német vaskeresztet kapta meg, egy német ilyen parancs továbbító kutya a leírás szerint, a háborús leírás szerint. Hát itt képezik ki ezeket a parancs továbbító kutyákat, vagy jelentő kutyákat. Fantasztikus feladatokat tudtak ezek végrehajtani, hiszen ez egy angol kutya. Hogyan képezték ki? Nem mindegyik volt alkalmas, hiszen ezek is a durrogásra, lövésre félnek, és igyekeznek menekülni, hiszen nem akarnak megmaradni. Úgy képezik ki őket, hogy amelyik a nagy tüzérségi tűzben fél, az kiselejtezik, az megy őrkutyának. Nem kell elaltatni, de az megy őrkutyának, arra még jó lesz. Különböző akadályokon kell a szagminta alapján a célba futnia. Erre trenírozzák ezeket a kutyákat. Majd a katonák szembe lőnek rájuk, és arra trenírozzák, hogy ne féljen, ha lő rá. Ne ijedjen meg a durrogó puskatűztől, menjen és ugorjon át az ellenséges árok fölött is, az ellenséges katonák fölött is, amelyik ezt megtette, az kitűnő kutya volt. Na, ezek kitüntetést is kaptak majd a háborúban. A vöröskeresztesek, a vöröskeresztes kutyák. Nagyon sok ember köszönhette az életét a kutyáknak, hiszen a hatalmas nagy tüzérségi lövedékek igen gyakran betemették a katonákat az árokba. És ahogy megtalálták ezeket a katonákat, már akik megtaláltak, ezeknek a kutyáknak köszönhető. Sokszor kiásták a betemetett és még élő katonákat. És ami a legfontosabb volt, az, hogy mindig az oldalukon volt egy kis táska, vagy a nyakukon volt valamilyen kis hordócska, amibe vittek magukkal rumot. Nem azért, hogy a katona beígyjon, hanem a katona számára, ha megsebesült, a legfontosabb dolog volt a soktalanítás. Tehát az, hogy ne kapjon sokkot, mert akkor abban nagyon könnyen belehal. De ha iszik egy kicsit, nem kell sokat, egy kis konyakot, vagy egy kis rumot, akkor úgy megnyugszik, és akkor a sok az elmúlik. Hát
Aki ért ezekhez, akkor biztos megerősít benne, hogy a sebesülés esetében a soktalanítás rendkívül fontos. Hát a katon nem tudott infúziót adni. Most infúziót adnak pillanatok alatt a sebesülteknek. Hát itt a katona viszont ivott egy kortyot, és megnyugodott. Hát ezeket is kellett kiképezni, ezeket a katonákat, vagy ezeket a kutyákat. Nagyon fontos volt az, hogy a kutya nem tudta elhozni az ellenséges tűzből, vagy eldugott helyen megsebesült katonákat, hiszen ő kistestű állat, ellenben tudta, hogy hova kell visszavinni. Arra trenírozták őket, ezeket a kutyákat, hogy a katona zsebéből húzzon ki valamilyen tárgyat, mondjuk egy zsebkendőt, és azt hozza magával, hogy a szag után utána visszataláljon. Tehát erre képezték, hogy vigyen magával sebesült vivő katonákat oda, és ezzel menti meg az életét. Ha nem találta a zsebébe semmit, nem tudott kihúzni, arra trenírozta, hogy tépje le a vállapját a katonának, és azt vigye vissza, hogy az alapján majd visszatérjen és visszaérjen. Itt olasz katonák fönn a Alpokban bizony nagytestű kutyákkal, ezek hegyi mentő kutyák, hiszen a hegyek között hatalmas hóban harcoltak bizony a mi apáink, nagyapáink is nagyon sokszor, és gyakran ezek az olasz hegyi mentő kutyák mentették meg az életüket, mikor egy-egy lavina lezudult a hegy oldaláról, ezek megtalálták az ellenséget. Itt lehet látni azt, hogy erre trenírozták, hogy húzzon ki valamit a zsebéből, hogy utána ugyanoda visszataláljon. És ezek a hűséges állatok hihetetlen módon tudták az embereket szolgálni, sokszor az életük árán. Ők talán nem is tudták, nem tudatosan, hanem a szeretet, az ember, a gazda iránté való teljes odaadás és teljes bizalom vezette őket. A detektorállatok. A szintén nagyon sok embernek az életét mentették meg, ezek a kanárik és a kis fehéregerek. Azt csinálták, hogy amikor gáztámadás volt, hát a gáz, elsősorban a klórgáz, a mélyebben ülő helyeken megül, tehát nem fújja el a szél. Ha ide beugrik egy katona gázmaszk nélkül, azonnal meghal. Tehát ha nem is hal meg azonnal, de nem sok ideje van még hátra. Ezért kis kalitkába, dróton vagy madzagon leengedték a kis állatokat. Ha elpusztult, akkor oda nem lehetett bemenni, akkor két katona bement, és egy ilyen legyező szerkentyűvel, hogy addig ütötték, vagy legyezték az árkot, amíg onnan a gáz ki nem jött, és utána jelezték, újabb állatot engedtek le, életben maradtak, mondta, jöhettek. Tehát hány ember köszönheti az életét ezeknek a kis kanáriknak, vagy ezeknek a kis állatocskáknak? Hát természetesen a utolsó és talán a legfontosabb, és a leggyakrabban használták az élelmiszer. Hiszen az állatokat, elsősorban a szarvasmarhát, juhokat hajtották a hadosztályok után. Minden hadosztálynak, az 20 000 ember, 16-20 ezer emberből állt egy hadosztály, minden hadosztálynak volt egy vágómarha telepe. Ez a vágómarha telep azt jelentette, hogy ez egy ilyen mozgó vágóhíd, és folyamatosan ment utánuk, akkor még hűtőszekrényről nem tudtak. Tehát a hús akkor maradt friss, ha még élt. Tehát a bőrébe szállították az állatokat, és amikor szükség szerint vágták le, és azonnal fel is dolgozták. Hát sertés az már ritkábban jutott, elsősorban a tiszturak asztalára. A tiszturak hátul, amikor megállt az arcvonal, és hónapokig, sokszor évekig egy helyben állt, és csak lövöldöztek néha egymásra, az arcvonal mögött, az árkok mögött, hát bizony ráértek, és sertéseket tenyésztettek. Hát a törökök nem. A törökök nem ették a sertést, hanem elsősorban ugye ők a juhot, kecskét fogyasztották, hiszen a vallásuk tiltja. És netántán, amikor a magasabb parancsnokságok, hát ők már a tábornok urak, a hátországban, mintha az elől nem is történne semmi, fogalmuk se volt sokszor, hogy mi történik az arcvonalban. Ők bizony vidáman háborúzgattak hadifegyverekkel, elsősorban nem vadászpuskával, hadifegyverekkel a környéken lévő vadakat írtották, amennyire lehetett. Ezek itt német tiszturak egy lelőtt vadkannal. Hát aztán volt olyan állat is a háborúban,
amit nem szívesen és nem nagy előszeretettel nem örültek neki ezeknek, hát ezek a patkányok voltak. Ugye sokszor, főleg olyan területen, ahol mindenütt szikla volt, ezeket a katonákat nem lehetett eltemetni. És akkor ezeket ugye úgy is nevezték, hogy hullapatkányok. Hiszen sokszor az elesett katonák testéből lakmároztak, és ezek a katonák ott voltak a többiekkel együtt az árokban, és nem tudták hova eltemetni. Majd a végén mesélek egy olyan, vagy majd ajánlok egy ilyen érdekes programot Észak-Olaszországban, ahol a Montegrappa hegyen mintegy 370 ezer katona esett el, 4 évig nem lehetett felmenni a hegyre. Hiszen itt aztán ugye tényleg magyarok, osztrákok, olaszok, németek, franciák, rengeteg ember csapott össze. 4 évig nem lehetett fölmenni, mert ott voltak a hullák. És egyszerűen a szag miatt. Amikor eloszlott, 4 év után szedték össze a csontjaikat. Akinek megtalálták az azonosító jegyét, csúnya néven dögcéduláját, azt tudták azonosítani, azt úgy temették el. Nem temették el, hanem ilyen osszáriumokba, csontkápolnákba tették őket. Akit meg nem tudtak már azonosítani, azt bizony eltemették. Hát, én azt hiszem, nyugodtan beszélgethetünk még ezekről. A állatok története a háborúban. És bizony, ez is egy nagyon szörnyű tragédia, hiszen ezek a sérülékeny állatok, lovak, sokszor az életüket adták azért, ha nem is tudatosan, hanem inkább az önzetlenségük, a szeretetük volt az, ami az emberek mellett vívták a háborújukat, nem is akarattal. És bizony az ember, hát kihasználta az állatoknak ezt a tulajdonságát, és bizony nagyon sok, hiszen az első világháborúban 11 millió ember halt meg, de nem számolta senki, hogy vajon hány állat. Köszönöm szépen a figyelmet. Magtelevízió. Önökért vagyunk.